Néhány napja sétált be ezek közül a gólyák közül az egyik a sárbogárdi rendőrkapitányság udvarára. A röpképtelen gólya fényjóhelyre ment segítségért, a rendőrök megitatták a tollas vendégüket, felvették a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóságával a kapcsolatot, így került aztán a Sóstó Vadvédelmi Központba az idén született madár. Nagyon-nagyon sok fiatal, picike, meg legyengült felnőtt gólya kerül most be, tehát szinte minden nap 2-3 gólya bekerül, amit behoznak a nemzeti parkos kollégák, és hát az egész feltehetőleg ez megint azzal függ össze, hogy nagyon súlyos aszály van, nagyon-nagyon nehezen tudnak etetni a szülők, nagyon sok a legyengült fiatal, nehezen találnak ennivalót kirepülés után. Azért sem lehet tehát pontosan megmondani, melyik kis gólya érkezett Sárbogárdról, mert napról napra egyre többen kerülnek ellátásra szorulva a központba. Először is megnézzük őket, megröntgenezzük, hogy nem-e sérültek, és hogyha nem sérültek, nincsen semmi törésük, akkor igazándiból kapnak egy vénakanült, és akkor vénásan kapnak infúziót, meg vitaminokat, és akkor ezt napi szinten addig adjuk nekik, amíg el nem kezdenek önállóan megint enni, föl nem állnak megint, és hát aztán egy idő után már nagyon-nagyon követelik is az élelmet, és akkor utána szép lassan felerősödnek, és akkor várhatóan az összes kis gólyát el tudjuk engedni augusztus 15-e után. Aki legyengült gólyát talál, minél hamarabb juttassa el a vadvédelmi központba, hogy a szakemberek segíthessenek. Aki pedig szeretné élőben látni, megismerni a kis gólyákat, a bent lévő madarakat, állatokat, lehetőségük lesz rá az augusztusi vasárnapokon. 7-én is 10 és 12 óra között állatorvosi és szakmai bemutatók, szakvezetés várja a látogatókat.